A mikrofonnál Pejak Gergely. Már a sajtóban Vigyánszki Attila egyik zárt körű pódium beszélgetéséről idézett mondatok a szövegkörnyezetből kiragadva láttak napvilágot, az érintett még a fél információkkal való tudósítással és a félreértésekkel együtt is vállalja mondandója lényegét. A nyilvánosságra hozatal manipulatív jellege riasztó, de megszokott ugyanakkor az elhatárolódásnak, mint polgári jellemre utaló gesztusnak szintén örül a Nemzeti Színház igazgatója. Vigyánszki Attila azoknak az SZF és hallgatóknak válaszolt, akik nyílt levelet fogalmaztak meg azután, hogy ő az emlegetett polgári szalomban a liberális hegemónia megtöréséről beszélt a kultúrában. Bognár Zsolt színművész, olykor publicista most a vendégünk ezen a reggelen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a Karcefem hallgatóit. Hát, hogyha csak ezt a nyílt levelet nézem, és hogy milyen gyorsan szétfutott pár mondat itt a liberális világban egy zárt körű pódiumbeszélgetésből, pódiumbeszélgetésről, hát mondhatjuk, hogy a liberális hegemónia megtörésétől még messze vagyunk? Ő, teljességgel. Ő, azzal szeretném kezdeni, hogy amit említett ez a beszélgetés a belvárosi polgári szalomban az asszonyok a Nemzeti Egységért estjén történt, ahol a Nemzeti Színház igazgatója megfogalmazta azt, egész mondani valójának a leglényege, hogy a magyar kulturális életben háború zajlik, és ez előbb kezdődött, mint az orosz-ukrán háború. Erre a mondatára Attilának én majd a beszélgetésünk folyamán szeretnék visszatérni, azzal szeretném a dolgot majd lezárni, de előzetesen nem szeretném elvenni az ő kenyerét, minden esetre azokat az állításokat szeretném egy kicsikét kiegészíteni, amit ő tett ebben a beszélgetésben. Ő elmondta, hogy tarthatatlan volt az a színházi és filmes képzés, ami a az átalakítást megelőzően volt a Színház és Filművészeti Egyetemen és a filmes szakmában, kifejtette, hogy az SFE az a liberális művészeknek egy olyan bázisa volt, ahol egyfajta utánpótlás képzés is zajlott, és nagyon szomorúan fogalmazta azt meg, Ugye most már ugye két éve, vagy talán egy éve indult új felállású színművész képzésben a felsőbb tagozatosok még mindig annak a világnézeti hatásnak a mindenféle egyéb eredőjét viselik magukon, amelyeket a Színház és Főiskoláról vagy Színház és Filmművészeti Egyetemről távozó volt tanáraik képviseltek. Itt egy közbevetést szeretnék tenni, hogy ezt természetesen nem úgy kell elképzelni, ezt az úgynevezett világnézeti és ideológiai képzést, hogy úgynevezett ideológiai mesterségórákat tartottak a tanárok. Nyilvánvalóan ez ellen kézzel lábbal tiltakoznak. A saját magam főiskolás éveiben sem volt ilyen a színház és filmművészeti akkor még főiskolán, de az hozzá kell tenni, hogy miután a világunk annyira nyitott ezeknek az úgynevezett művész embereknek a különböző platformokon történő megszólalásait, bárki bármikor követni tudja. Tehát elfogadom azt, hogy a Színház és Filmvészeti Egyetemen belül semmiféle világnézet és ideológiai közvetlen személyiségformálás nem zajlott, de azt viszont fenntartom, hogy ezek a 18 éves bekerülő diákok látván tanáraiknak a különböző hírportálokon, platformokon, különböző tüntetéseken való megnyilatkozásaikat, az egész baráti körnek, ennek a buboréknak a mindenféle ideológiai és a kormányhoz való viszonyát, természetszerűleg nem tudják magukat kivonni az alól, hogy ezzel valamilyen tekintetben azonosuljanak. Jól is néznénk ki, hogyha egy 18 éves gyerek azzal kezdené, hogy drága tanár úr, egy mesterség órát, én egyáltalán nem értek egyet önnel semmiben ezzel a minden rossz köröttünk, csak mi vagyunk a fantasztikusak és a tehetségesek, ez egy teljesen hamis és, 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 és elképzelhetetlen. de ugye azért a, a híre az SZF-nek ez volt évtizedeken keresztül, tehát élhetünk a gyanúperrel, hogy sokan a jelentkezők, oda kerülők közül már eleve ezzel a előfeltevéssel, prejudikációval mentek, és éppen ezért mentek egyébként, mert tudták, hogy ott ilyen képzést kapnak. Én, én azt gondolom, hogy talán 18 évesen lehet, hogy megváltozott a világ, és felgyorsult ezzel a e tekintetben az, az emberek és a gyermekek érése, de én visszaidézve saját fiatalságom ezt az időszakát. Én azt gondolom, hogy 18 évesen még ilyen Mérhetetlenül erős elkötelezettséggel és tudatos rákészüléssel egy fiatal nem választ egy művészpályát, hogy már pedig ott nekem egy olyan liberális ideológiájú és, és, és hangulatú egyetemnek leszek a kezdő és, és hallgatója. Én azt gondolom, hogy alapvetően az első egy-két-három évben nyílik ki a művészpalántáknak a szeme a világra, és ebben, ahogy visszacsatolok arra, amit mondtam mérhetetlen módon erősen befolyásoló tényezőnek érzem azt, hogy és nem is pontosan azért, mert ha főiskolá, ő az egyetemen lenne ilyen típusú agy mosás, hanem azért, mert a világunk annyira nyitott, hogy bárhol tud tájékozódni bármilyen fiatal arról, hogy esetlegesen a tanári kar milyen fajta világnézettel, milyen fajta szocializációval közelít a gyerekekhez, és alapvetően ez letagadhatatlan, mert ez egy tény, hogy a művészet a színpadon értelemszerűen független önmagában megálló olyan teremtése az emberi szellemnek, amiben nem fér bele, és értelemszerűen bármilyen előadást nézünk, nem azt nézzük, hogy jobboldali vagy baloldali a lírkirály, hanem a mögöttes tartalom, a felkészítés, a rendezőnek a személyisége, ami eljutatja azt az előadást a színészeivel együtt egy közönség előtt felmutatható valamivé, ami szerintem igenis ő, hordozza a politikumnak azt a vonzatát, hogy ki milyen szocializációval, milyen ideológiával, milyen világnézeti, milyen családi háttérből érkezett a művészpályára. Ez még a lírkilár esetében el is fogadom, hogy nem tudjuk, vagy nem azzal a szemlélettel nézzük, hogy jobb oldali vagy bal oldali. de azért a, azért a mai színház látogatók, tehát amikor elmegyünk katonába vagy bajnokot megnézni, azért ott tudjuk, hogy mi van a színpadon. Ez nagyon helyes, hogy így van. Én se járok nagyon sok olyan színházba, ahol egy-két személyes tapasztalatom alapján nem színházat látunk, hanem egyfajta ideológia terjesztést. Nem akarok példákat mondani, a kedves hallgatók nyilván saját élményeik alapján erről hosszabban tudnának beszélni. Inkább átkötnék oda, hogy a Attila arról is beszélt, hogy a különböző külföldi színházi és egyéb filmes fesztiváloknak Borzasztóan meghatározott az a tematikája, ami szerint valakit egyáltalán oda meghívnak. Tehát amikor primérben azt látjuk, halljuk, hogy egy liberális művész valamilyen díjat külföldről elhoz, ahhoz tudni kell, és tudnunk kell, hogy eredendően az a fajta tematika, ami alapján oda a meghívást nyert, abból nagyon sok más másféle világfelfogású művész ember produktuma el se jut. Tehát... tehát megdolgozott azért, hogy oda meghívást nyerjen. Megdolgozott, így hogy oda meghívást nyerjen. Ne felejtsük el, például a, a külföld szempontjából jut eszembe, hogy például a, a Free sf -e történései idején Észak-Amerikától körbe a földgolyón minden valamire való, a nyelvünket nem beszélő filmművész és színházművész free SF és feliratokkal pingálta tele a tenyerét, mert olyan mérhetetlen módon képben lehettek a magyar színházi és filmes világot illetően. A hazai példával élve átkötnék oda, hogy a úgynevezett, és ez nagyon fontos jelző, az úgynevezett független kritikusok céhe, minden évben a covid leszámítva. Nekik fontos jelző, mert mindenhez hozzá pinge, rakják a független szót. És éppen ezért erről ezt egy kicsikét kapargassuk meg. Idén, és most puskázom, 14 kategóriában adták ki a független, megint hangsúlyozom, szakmai díjakat a színházi kritikusok céhe által felkért szakmai grémium. Ebben a díjazotti körben nyolc díjazást söpört be a Katona József Színház úgy, hogy két egyéb díjazott kategóriában holt verseny alakult ki, tehát így összesen a 14-ből 10 kategóriát vittek el. Halkan jegyzem meg, talán inkább csak költői kérdésként fogalmazom meg, hogy ebbe a szórásba vajon és most egy olyan példa jut eszembe, például a játékszín Szente Vajk írta és rendezte bármelyik produkciója, avagy az Erkel Színházban szintén a Vajk nevéhez köthető Puskás a musical, illetve a Kőszíve a Baradlai Legenda nagy musical, amiben szintén egy kis élet nyitva nem csak a prózai színészi kép készség, hanem a tánc és az ének is egy meghatározó ö, színészi képességet feltételez. Azok nem kerültek be ebbe a szórásba. Mellé oda tenném azt, hogy a az új színház, esetleg a József Attila színháznak, bármelyik produkciójának a produkciója a környékére nem került ennek nem a... Nem biztos, hogy érezásnak. ezek a színházak egyébként ott a radaron voltak egyáltalán. Emlékezzel rá, amikor legutóbb a vendégünk volt, akkor már idéztem önnek... Uh, Alföldi Róbert egy korábbi írását, mondatát, nem emlékszem már pontosan, hogy ez egy nyilatkozat volt, vagy egy írás volt igen. Alföldi Róbertől, aki azt a kérdést tette fölköltőjen, hogy nem lehetséges-e, hogy a tehetség hiányzott a jobb oldalon, és azért igen, nem, nem éj, jutottak azokhoz a pozíciókhoz, amik ez a bal, oldal igen. Nagyon jó felvetés. Úgy tehetséget megmutatni, és a nézők számára, amikor valamilyen műsorban, egy gálán azt látja, hogy kik a díjazottak, ha ott nem hangzik el az, hogy ebbe a körbe ezeket az előadásokat meg se hívták, akkor nehéz díjat kapni. Fordított esetben, hogyha lenne egy olyan ö, szakmai grémium, szintén nagyon független konzervatív alkotókból, akik a Katona József Színháznak egyetlen előadását nem hívná meg, akkor kíváncsi lennék, hogy sikerülne 8 vagy 10 díjazást begyűjteni. És még egyetlen nagyon fontos, mert saját személyes élményem, említeném a Nemzeti Színházban Tamási Áron Szündöklő Jaromos című előadását, amit nagyon őszintén úgy gondolom, hogy a nézők lelkének minden húrján játszik egy igazán lélekemelő és felemelő produkció, de számtalan más előadást hozhatnék szóba. Egyáltalán még a jelöltek, a nomináltak közé se került be. Jó, Én... akkor az a megoldás, igen. hogy a másik oldalnak is létre kell hozni egy ilyen céhet, elé kell rakni azt a szót, hogy független, és saját jelölteket állítani? Én nem, nem ez a megoldás. Én azt gondolom, hogy a megoldás a pontosan a már sok éve vagy évtizede működő színházi kritikusoknak kellene olyan fajta önkritikát gyakorolnia, hogy ha másért nem legalább a látszat kedvéért tegyenek bele nem egy, nem kettő, nem három, hanem valami fajta módon egy kiegyensúlyozott arányt mutató olyan színházi előadásokat is, aminél legalább a néző azt gondolhatja, még hogyha nem is nyer, vagy nem kap díjat, de legalább ott volt az asztalukon. Amikor a teljes negligációja van ezeknek a produkcióknak, abban az esetben nem nagyon tudunk, miről beszélni. És ami a legfontosabb is erről szeretnék most kicsit hosszabban beszélni. Bármilyen ilyen helyzetben, amikor a függetlenségről beszélünk, az átlag halandó azt gondolná, hogy hát, hát persze, hát természetszerűleg beülünk, megnézzük, és akkor mondunk valamilyen véleményt a színházi kritikusok célja és a grémium ilyen feltételek között teljesen ideológia függetlenül hoz döntéseket. Azt gondolom, hogy van az a mondás József Attilának egy kis négy sorosába, hogy, és azt parafrazálva, hogy idézni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy értemes. Át szeretnék térni a színházi kritikusok céhének egy oszlopos tagjára, Csáki Judit asszonyra, aki a saját köz, akit a saját közössége mind a máig nem közösített ki tagjai közül, a 2022-es választásokon Csáki Judita következőket mondta, és ezt szöveghűen szeretném idézni. Ma láttam Orbán Magyarországát. Nyomorult, semmit sem értő a nevüket leírni alig-alig tudó embereket, akik megkérdezték, hogy a három lap közül melyikre kell húzni a négy nemet. Ez a tömeg, mert ez tömeg, az a bázis, ami a kétharmadot biztosítja neki. Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement. Elképettem, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek, és mennyivel néznek ki többnek annál. Sok a cigány, sok köztük kevésért megvehető, meg is veszik őket, a szavazatukat is, az országból, a világból nem értenek semmit, nem is akarják, ez a többség, mint látjuk. Na most ez pontosan az, amikor a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az egyéb platformokon, mérhetetlen módon kiderül ezeknek az embereknek a jelenlegi kormányzathoz, a jelenlegi többségi társadalomról való véleményük, és azt gondolom, hogy mindaddig, amíg Csáki Judit bármilyen szakmai szervezetnek tagja lehet, addig igazából nagyon nincs miről beszélnünk. De akkor ön is tudja, hogy Csáki Judit nem fog itt ö, olyan jelöltet állítani például, vagy támogatni, vagy elismerni itt a a kritikusok CH által szervezett eseményen, amely Orbán Magyarországához tartozik. I igen, de itt nem erről van szó, hanem akiben ennyire erős ellenszenv, gyűlölet, munkál a konzervatív oldal bármilyen Orbánhoz köthető személyei, közösségei iránt, az egyszerűen nem érdemli meg azt, hogy ténylegesen törekedve a függetlenség és a pártatlan döntésnek a meghozatalára, az egyszerűen tarthatatlan, és ez mindent megmagyaráz a tekintetben, amikor beszéltünk arról, hogy kik a színházi kritikusok céhének idei díjazottjai. Én azt gondolom, hogy összességében úgy fogalmaznám, hogy választásokat kell nyerni, a választások megnyerése után a liberális ideológiák, most úgy értem, hogy a baloldalnak választásokat kell nyerni, és abban a pillanatban a kultúra formálásában sokkal vehemensebben vehetnek részt, de mindaddig, ameddig immáron negyedik alkalommal folyamatosan kétharmaddal a konzervatív oldal nyer, akkor csak nem gondolják azt, hogy fordítva ülve a lovon, még mindig ők diktálhatnak a tekintetben, hogy milyen irányban haladjon a magyar kultúra, milyen prioritásokat élvezzen, és ismerjük az összes hangadót, hál' Istennek. Szinten évről. A, szinten évről, és ami a szomorúságom, hogy a mi jobb oldalunkon van az a Mondás, hogy hallgatni arany. Az én elvem az, hogy beszélni viszont platina. Azaz, hogyha elmondjuk a saját gondolatainkat, a saját narratívánkat, akkor legalább lehetősége van a tisztelt hallgatóknak, a közvéleménynek választani a között, hogy melyik igazságot fogadják el maguknak. Én azt gondolom, hogy ennek jegyében kell tennünk a dolgunkat, alkotni kell, létrehozni, és meg, kellene, meg kell próbálni színpadra, filmre juttatni azokat a fajta gondolatokat, amit a konzervativizmus magába foglal.